Kuharszky Zoltánnal, a Magyar Davis Kupa csapatkapitányával beszélgetek. Tücsi, véget ért a mai nap a csapat számára, két edzésen és a sorsoláson vagyunk túl. Milyen állapotban van a csapat először, hadd kérdezzem azt? Úgy gondolom, mindenki jó állapotban, sérülés nincsen. Látszik azért egy kicsit az izgalom rajtuk, de hát ez az előző nap természetes. Fúcsakos Marci milyen formában van? Ő a legutóbbi verseny egy top 100-asra játszott. Elég szorosak voltak a gémek, de végül sima lett az eredmény. Őt mennyire befolyásolja ez a meccs esetleg? Hát azt nem hiszem, hogy befolyásolja. Az látszik, hogy jól üti a labdát, megvan az időzítés, a timing az rendben van. Persze most nem játszott itt semmilyen tétmérkőzés, tehát ez hogy holnap mire lesz képes a pályán, ez egy egész más kérdés, de általában jó versenyző, tehát ilyenkor még vissza. A Városházán megtörtént a sorsolás, Nagy Peti kezdi a találkozót, szerinted ez szerencsés számunkra, vagy jobb lett volna talán a Marci kezdi? Hát igazából úgy gondolom, ez teljesen mindegy, ez egy formalitás. Hát talán Petinek annyival jobb lett volna a másodiknak játszik, hogy esetleges Marci győzelme után valószínűleg egy kicsit kevesebb a teher, de úgy gondolom, hogy ez nem fontos. Mit tudunk a bolgár játékosokról? Még nem nagyon játszottak a játékosaink ellenük. Nem nagyon ismertek számunkra, viszont láttad már párszor edzeni őket. Milyenek ők? Hát edzésen láttuk őket, igen, senki se ismeri őket igazán, hogy valódi tétmérkőzésen mire képesek, főleg egy 3-4-5-es mérkőzésen. Hát én azért így első látásra úgy gondolom, hogy a Marcinak egy jó teljesítmény mellett azért meg kéne verni mindkettőket. Hogy aztán Peti mire képes ellenük, vagy ők mire képesek Peti ellen, inkább így mondanám, az ő játékstílusát mennyire fogják tudni kezelni, az tényleg majd holnap dőlem. Bár Dimitrov nem játszik a bolgár válogatóban, mégis van egy világsztár a csapatban. Te ismered őt személyesen is ráadásul. Hát igen, van egy világsztár, az edzőjük. Egy volt világ első és mindenki bajnok, páros bajnok, Paul McNamee, egy régi barátom, még itt többször játszottam ele. De hát főleg az a fontos, hogy nagyon tapasztalt valaki, ugye a Davis kupát is megnyerte kétszer Ausztráliával, úgyhogy azért ez egy biztos, hogy egy segítség a bolgároknak. A bolgárok szerinted ezt a leginkább a páros meccs miatt húzták meg ezt a lépést, hogy foglalkoztatják őt, vagy általában is szerinted alkalmazták volna? Szerintem általában ő azért jött ide hetekre az ifjúságjátékosokkal is foglalkozni, meg úgy gondolom nagy tapasztalata miatt alkalmazták, az más, hogy párosban tudja valószínűleg leginkább az ő tudását átadni. A páros meccsen ugyanúgy, mint Siófokon Gödrülevi és Fucsovics Marcit nevezted, mit tudunk az ellenfél páros játékosairól? Hát még kevesebbet. Egyrészt abban sem biztosak, hogy azok fognak játszani, akiket most beneveztek, hiszen holnap, vagyis hát szombaton egy órával meccsöltig megváltoztathatják ezt a párost. Én úgy gondolom, ez a holnapi egyesek után fog dőlni, hogy ki is fog játszani, de nem tudunk róla minden semmit. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok holnapra! Köszönöm.